A 2020-2021-es szezonra 20 csapatossá bővítették a harmadosztály csoportjait, így 19 meccset játszanak idegenben a focisták. A piroskékek utaznak például többször is a fővárosba, Fehérvárra és Tatabányára is. A kényelem már biztosított az idegenbeli jó játékhoz, hiszen a szakértők szerint az 51 személyes, panorámatetős jármű a legmagasabb minőséget képviseli. 2017-ben léptünk kapcsolatba a, akkor még UFC Nagykanizsával, aztán a később FC Nagykanizsa is csatlakozott ehhez a szerződéshez. Igazából személyszállítási szolgáltatást nyújtunk a klub részére. Idén májusban vásároltunk egy új autóbuszt, és ennek a ennek az új busznak a dizájnja során úgy gondoltunk, hogy megtesszük azt a gesztust a klub felé, hogy a klub címerét is fel fogjuk használni a, a díszítésben. Az új csapatbusz természetesen nem csak a felnőtt gárda játékosai használják, hanem az utánpótlásban szereplő fiatalok is több esetben ezzel utaznak majd a mérkőzéseikre köszönjük és örülünk ennek a konstruktív együttműködésnek, és azoknak a fejlesztéseknek, vagy új buszvásárlásnak, amit eszközölnek, és természetesen piaci alapon rendelkezésre bocsátanak. Nagyon fontos számunkra a biztonság, és az utánpotlásba is azért a szülők megnyugtatása szempontjából, hogy jó műszaki felszereltségű szintű autóbusszal vigyük el a gyerekeket, vagy akár a felnőtt csapatot a mérkőzésekre. Valószínűleg a sebességgel és megbízhatósággal sem lesz gond az utazások során, hiszen a négy 100 lóerős járművet 2016-ban az év buszának választották.